ezeknek bemutatom. 40-50 kilós csodvázak a színpadon úgra bukrálnak. Az intelligencia hányadosuk hulla, a legtöbb olyan akár egy élő hulla. Töménytelen mennyiségű rúzs és festék fedi be az összesnek a testét. Enélkül is olyanok, mint a boszorkányok, rondábbak, mint az utca lányok. Nem vagyok egy világ szépe, mégis nyíltan nézek a tükörbe. Nem vagyok egy világ szépe, mégis nyíltan nézek a tükörbe. Megjátszott szépség, erőltetett mosoly, előért viselkedés, kötelező jó módon. De hát nem néz ki jól, nem szép, a többség mégis úgy állítsa be magát, mint egy szentkép, mint kelleti magát teszi az eszét. Akkor olyat akar nem tőle, csak csoválja a fejét. Olyan érintetlenek olyan magát, akár egy apáca. Megérül, ha feláll a varázspálca. Persze, hogy feláll, de nem erre, inkább egy őszinte nőies testre. Két lábon járó smink reklám, az ilyentől csak lekonyul a szerszám. Nem vagyok egy világ szépe, mégis nyíltan nézek a tükörbe. Nem vagyok egy világ szépe, mégis nyíltan nézek a tükörbe. Következik egy élő példa, miképp lesz valaki világhírű példa. Mi is a neve? Claudia Schiffer. Ő is csak egy vigyorgos seggfej, jó néhány faszba beleült, amíg ilyen magas pozícióba került. Náluk a pénz házasodik a pénzre, se tökéletlen az eszetlennel. Pontosabb a vagyon és a hírnév, meghal a becsület és a tisztesség. Nagyon sok szerencsét kívánunk, jó nők kiválasztásában nem hibázunk.